tiszteletet keltett, hogy a király, az Isten szíve szerint való férfi, a harcos, a költő, akire annyi minden miatt felnézünk, a hatalom, a gazdagság, mindennek a birtokosa, és hibát követett el, és megbánja, és nyilvánosan vezekel, tiszteletet ébreszt. Úgyhogy én bátorítalak, hogy barátom otthon, bánd a bűneidet, a hibáidat, a házastársadnak és előtte. Kérjél bocsánatot. Hidd el, hogy gyógyítani fogja a kapcsolatotokat. Még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy egy kicsit azért hibásabb volt. Vagy sokszor azért így érezzük. De én annyiszor tapasztaltam már, nem fényezni akarom magam, bocsánat, de előbb megyek oda, mindig segít. És utána a másikat is mindig motiválja, hogy ő is megbánja.